Izé van. Reggel még, sziasztok! Most volt alkalmam így úgy videókat csinálni, hogy hogy legyen valami, szóval. Na, értitek a lényeget? Még egy kicsit ilyen izébe vagyok, ilyen kómába. Hány óra? 10 óra múlott, 10 perccel. Az a lényeg, hogy már 8 órától fent vagyok, de még mindig az ágyból lustálkodtam. Videókat néztem. Na jó van, fent vagyok. Na. Fent vagyok már. Bazd meg. Na most akkor hosszabbítót kell. Aj. Kikapcsolom addig ezt a fényt itt. Amíg bedugom a vízforralót. Na, sziasztok gyerekek, hogy vagytok így? Így kb. Egy hét után. Mi a helyzet? Minden jó, jól, jó telnek a napjátok, mert nem tudom még semmi témát, hogy miről is fogok nektek dumálni, mert fogalmam nincs, hogy kb. Hogy milyen témát is hozzak fel, ami mindenkit érdekel. Na. Jézusom. Ez így elég gáz. Ha megint a kajáról beszéljek, hát én másról már úgy sem tudok, bazd meg. A kaján kívül. Na. Na, gyerekek! 5000 feliratkozó! Mi van? Hát de... Hogy? Hogy? Hát én ezt... nagyon durvák vagytok. Ne gyertek többen, légy szíves! Ne gyertek már többen! Ennyi elég! Így is nem tudok válaszolni az üzenetekre, már így is írtok. Jaj, ne! Most itt más dolgom van, és utána meg elfelejtkezek válaszolgatni nektek. És tényleg már annyi sokan írtok, meg vagytok, hogy nem kell már ez a több népség. Nem kell már ez a többség. Elég volt már. Az 5000 embernek nagyon szépen köszönöm, hogy ott van, idáig ott volt, itt még ott is lesz, nagyon hálás vagyok minden, de már sokan vagytok, gyerekek. Nem baj, mert nagyon jól esik, kurvára jól esik, írtózatosan el nem tudom mondani, hogy mennyire jól esik ez nekem, hogy ennyi sokan összegyűltetek, 5000 ember. 5000 ember. Ezt nem tudom le szavakba önteni ezt a számot. Nagyon sok. Nagyon sokan vagytok már. Képzeljétek el, hogy 5000 ember állott előttetek, 5000 ember kattintott rá, hogy jó ez a csávó, ezt máskor is akarom nézni. Ez jó volt most. Ez nagyon sok. És ha őszinte leszek, na, annak ilyen ezek a úgynevezett nagyon nagy vloggerek elérték a 200 ezer feliratkozót, 300 ezeret, 400 ezeret, magyarokról beszélek persze, és mit mondanak, hogy köszönöm, ennyit, így. Én meg azt se tudom, hogy fejezzem ki hálámat az 5000 emberért. Nagyon sok, nagyon. Én nem is tudom, hogy mi a faszomat csináljak nektek már komolyan. 5000 ember. 5000 ember. Az nem egy ilyen kis pályás szám, mint a régen volt nekem. Jaj, meg is a 100 000 fejbe 100 feliratkozóm. Milyen boldog leszek. Le is szopom magam videóba. Most megvan az 5000 is. Én sem tudok más mondani, hogy köszönöm, de mégiscsak annyira szeretném valahogy kifejezni a hálámat. Ha lenne időm, olyan videót vágnák nektek össze, hogy pisi kaka bemenne. Csak nincs időm. Tényleg. Nincs semmi időm.
Állandóan csak pénte. Ugye azért nincsenek hétköznap videók, mert én nem vagyok itthon. Én magyarban vagyok, suliban. Aki kérdezni, hogy hol lakok, Szlovákiában lakok, lakom. És én magyarban járok suliba, ugye. Így nehéz feltölteni videót nektek, ugye. Haj, és 5000 ember. Úristen. 5000 ember. Már most több. Mindjárt 5100 lesz. Nem, nem. Nem. Nem tudom. Nem tudom, hogy hogy. Úristen, tele a hűtő. Mi ez? Mi ez? Mi van a közepében? Csak nem mazsola. Ez mazsola. Gyorsan vizet rá. Hogy nem bírom a mazsolát. Majd valaki meg akar enni, úgy néz ki, mintha kő lenne, fele belem a harappa. Nem baj, majd megeszi az, aki éhes lesz. Meg aki siet, az nem látja. Azt mondta az egyik rokonom. Aki siet, az nem látja. Jött ugye csempézni, fugázni. Ugye csempéket. Mondom, hogy bátya, hát ez nem így kéne megcsinálni ezt a csempézést, meg ezt a fugázást. Fiam! Aki siet, az nem látja. Hát mondom, nem így kell hozzáállni mindenhez. Aki siet, az nem látja. Hát, ilyen mottók. Kell egy bizonyos életcél. Neki ez az életcélja. Ja, igen. Na, akkor beszéljünk a mottókról, hogy számomra mi a... Mindenkinek van egy olyan mottója az életében, amit mindig ugye használ. És mindig így előjön a saját magában, hogy én ezt a mottót használom, stb. Nálam az a mottó van, vagyis áll fent, hogy ha valaki ahhoz is fáradt az életben, hogy rád nevessen, tedd meg te, hogy rámosolyogsz is. Ez nagyon jó dolog, szerintem, hogy más embernek a boldogsága előrébb van, mint a saját magunké. Hogy rámosolyogsz valakire is, és ő visszamosolyog. Nem tudom, jó áll itt ez a... Jó itt ez a benézet, bevétel itt. Láttuk-e rendesen? Nem tudom, kicsit lejjebb rakom még. Így hátha. Ez így már nagyon lent van, nem? Na, fogalmam nincs, gyerekek. Valami van, akkor váltunk. Édesapám. A drága édesanyukámnak ilyen virágot vett. Nem viccel. Nem viccel a csávó, ugye közeledik a Valentin nap dolog. Hát Valentin nap, hát Valentin! Valentin nap! Valentin nap! Ilyenkor fogjátok csak elveszteni a szüzességeteket, te! Kis picsák. De van, és a másik mottóm az, hogyha boldoggá tesz valami, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Csak ne vedd el a mások boldogságát. Mert ugye, hogyha boldogok vagyunk, én itt lehetek boldog, azt csinálok, amit akarok, nem veszem el attól, más embertől, nem fosztom meg a boldogságot. Például úgy ne legyünk boldogok, így most ez rossz példa lesz, de úgy ne legyünk boldogok, hogyha megölünk valakit. Ha minket azt tesz boldoggá, hogy megölünk valakit, úgy ne legyünk boldogok, hiszen elvesszük mástól az ő boldogságát, hogy ő máskor is boldog lehessen. És kb. Ez, hogyha azt tesz téged boldoggá, hogy
egyedül vagy otthon, és ki akarod írni Facebookra, hogy hú de jó szerelmesnek lenni, hú de jó egyedül lenni, akkor azt csinálsz, amit akarsz. A Facebookon az látja, aki akarja. Nem veszed el vele már boldogságát, úgyhogy csináld. Ha azt tesz téged boldoggá, hogy mit tudom én, leszopsz valakit, akkor szob le. És még ketten is jól jártok. Már most ez rossz példa volt. Fognak jönni mostanok az izék, ezek a kis pupuk. Ezek a kis gyerekek, hogy jaj, Paxel izé, miket mondasz a videóidban? Úristen, hát én nem értem meg. Sok dolog van az életben, amit nem tudok megérteni. Sohasem. Annyi sok debilség van az emberek fejében, hogy rendesen fáj. Ugye bírom a pszichológiát, erről szeretném majd egy külön videót is csinálni a pszichológiáról, így hogy megismerjétek majd a olyan oldalamat is, amiben nem így táncolok, meg hogy így vagyok, meg izérek, meg lent van a gatya, meg a seggem kint van, meg a hájam kint van, hanem olyan videót is szeretnék, amiben komolyabb oldalamat is meg tudjátok ismerni, mert szerintem az úgy jó, hogyha meg tudjátok ismerni egy videósnak a komolyabb oldalát is. Úgyhogy Magyarország jobban teljesít. Na gyertek, nézegessük meg, hogy mik vannak itt. Na szóval van itt egy Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség című jez, mágnes, na. Ezt a táborban kaptam, még a 8 ország egy nemzet című táborban. Csak a Fidesz, Magyarország jobban teljesít, felfelé megy. Ez már egy éves. Apám koncertre ment. Radar, Osszián, P-mobil, Kisvárda, Tornacsarnok. Utána vannak itt fent képek, de azt nem mutatom meg. Így ezt, ez így megölnének érte, ezt le is veszem. Lehet, hogy lehet ezt látni idáig is, de azt le is veszem, mert... Na, akkor menjünk tovább. Legyiszláv Járosi, az én nevem szlovákul. Nem tudom, hogy ez így jó lesz. Az én nevem szlovákul, ugye Járosi László, majdnem magyarul Járosi László, szlovákul a László az Legyiszláv. Törvényes nevem, vagyis a László az csak ilyen melléknév, lefordítva, amúgy a törvényes nevem Legyiszláv Járosi. Majd vannak itt, ez egy Samsung hűtő, telefonba, tévébe, mindenbe Samsung. Voltam Lengyelországba, Krakóba, Auschwitzba című, ott vettem ezt a hűtőmágnest. Ez Sátoraljóújhelyben van, az a Bob című dolog. Ott a kis Paxel. Nem tudom látni ezt szépen. Ott a kis Paxelka. Ezt Tunéziából hoztuk, és nem hoztuk, hanem kaptuk. Ezt Balatonfüreden vettem, voltam oda az osztálykirándulásra. Ez itt egy Kárpátaljai Cserkész Szövetség. Amúgy ez az egész, ez itt ez a nagy tábla, vagy mi ez itt ez a papír, ez azt jelenti, hogy elvégeztem egy 5 napos angol kurz folyamot. Azóta se tudok angolul. Budapest, ott is jártam. Nem vicc. Ugye ott voltam az OES-en is. Dolog. Ja, ez meg a tesóm rajzolt ezt a gyönyörű szép rajzot. Nap, felhő, hajóvíz. Szerintem. Hát ennyi. Köbbe. Amúgy felfort az a kibaszott víz. Már. Le is öntöttem a teát, úgyhogy kapcsolom vissza a lámpát. Úgy már sokkal jobban láttok minden. Na, hát szerintem... Hogy, mit is kezdtem el én mondani? Valamit mondtam. Valamit elkezdtem mondani, gyerekek. De mit? Mit kezdtem el én mondani? Jó, ezt ott a Valentin napos dolgot, nem? Én... Mikor ünnepeltem utoljára Valentin napot? Egy éve.
Mivel fogom most ünnepelni a Valentin napot? Az biztos, hogy valamilyen kajával. Van itt tele, hát ugye a hétvégén a tesómnak a születésnapja van. Úgyhogy tele kajálom magam, hogy fú, hány ingerem lesz. Nálam ez lesz a Valentin nap. Nem az lesz a Valentin nap, hogy beülök, és fogok, mit csinálni? Mit csinálni fogok? Jaj, de szeretlek! Jaj, de szeretlek! Meghalok, érted? Örökké veled! Örökké veled! Örökké veled! És utána pedig egy hét múlva... Nyomás le! Takarodjál le innen! Menj innen el! Nem érekelsz! Hogy nézel ki? Ez az én csajom. Hogy néz már ki? Hát ez milyen dögös. Megfogsz, belérúgsz egyet, azt takarodik el. Szerintem az egész Valentin nap ez nagyon nagy felesleges dolog. Bár annak ellenében, hogy tényleg vannak olyan családok, akik olyan helyek, hogy a tényleg a nő annyira vágyik a szeretetre, hogy legalább egy napon, egy éven ilyenkor kapja már meg a szeretetet, mert ugye egész éven nem kapja meg, és a szeretet hiánya az egészen nagy befolyással játszik az egész életünkre. Na, mi ez? Mi ez itt, gyerekek? Pizza House! És lehet rendelni! Pizza! Mi ez? Brokkolis, tonhalas, szalonnás! 4 euró. Rendelni kéne egy pizzát. Lehet, hogy rendelek is, nem sokára. Hát nehogy már ne egyek meg Valentin napon, nehogy már Valentin napon a szerelmem nélkül ünnepeljek, a pizza nélkül. Úristen, hát nem fogok a nélkül ünnepelni. Lehet, hogy mindjárt megrendelek egy pizzát. Lehet. Eléggé felébredtem már ahhoz képest, nem? Hány perce vagy már az a felvétel? 17 perce. Egy kis vlog. Úgyi. Ilyen videókat is szeretnék, már mondtam. Mondtam, hogy lesznek ilyen videók. Amit nem fog megvágni. Csak pofázni. Fogok bennük. Aki számára nem jó, annak nem jó. De vannak olyan emberek, akiknek fog tetszeni. Hú, gyerekek! Én... Láttátok az utóbbi videómat a szellemes videók nézése éjfélkor? Arra egy pár reakciót mondanék, hogy nagyon durva volt. Jaj, Paxel, nem kellett volna, túlzásba vitted ezt az egész bibliázást. Nem vittem túlzásba, szerintem. Mert... Nagyon be vagyok tőle szarva. Ja, szeretnék olyan vlogokat. Vallás. El szeretném a vallásról is mondani a véleményemet, de először arra fel kell készülnöm, ugyanis nem mondhatok hülyeségeket a videóban, és olyan debilségeket, hogy valaki meghallja is. Jaj, Paxelnek ez a véleménye róla? Valamint. Vallás. Szeretnék az arc elemzésről is egy videót. Annak például mondok példákat, hogyha oldalról nézed valakinek az arcát, az arc három részre osztható fel, felső rész, középső, alsó rész, mindegyiknek megvan egy saját maga jelentése. Mind a háromnak kb. Általánosnak kell lennie, általános nagyságúnak. Nekem, így hogyha rám néztek, most így nem látok egy tükröt se baszki, kicsit gömbfejem van, látható. Mi jellemző egy gömbről, ugye elgurul című dolog, és mit kell a gömbnek? Meg kell mutatni, hogy merre guruljon, szereti a gömb a kényelmet, ugye egy tojás, például egy tojásról, szereti, hogy bátyolgatjuk, nem törik el, stb. Én ez vagyok, szeretem a kényelmet. Nézzétek meg például egy katonának a fejét, milyen egy katonának a feje? Kocka! Így jól! És áll is ilyen, vagy üzletembereknek a feje, tiszta kocka.
vagy nem tudom, sportolók, aki olyan sportoló, nem, vannak olyan sportolók, akik nem, de vannak olyan sportolók, akinek kocka a fejük, vagy nem tudom, biztos vannak ilyen példáitok, láttatok már kockafejű embert, azok mind vezető személyiségű emberek. Milyenek egy kocka? Milyen egy kocka? Stabil, nem gurul el, ellentétben egy... Mivel? Mivel egy körrel? Na. Végeztek Amerikában egy felmérést, hogyha 5 ember benne ragad egy liftben, akkor ki lesz a vezető? És arra a felmérésre jutottak, hogy az lesz a vezető mindig, ugye egy társaság magának mindig egy vezetőt kinevez, akire hallgat, és az lesz, az mindig az lett a vezető, akinek a legszélesebb a feje. Nézzetek meg egy polgármestert. Egy, nem is tudom, főnököt, valamilyen cégnek vagy vállalatnak a főnökét. És nem azért, mert kövér. Ez itt minél szélesebb ez a fej, annál nagyobb esélye választják őt majd ki vezetőnek. Na, ilyenekről szeretnék majd én nektek videót csinálni. Nézzétek már, el van repedve. Úristen, és még úgy reped. Többet nem veszek fel ilyen cuccukat. Most azért vagyok így, csak ilyen lazá öltözékben, mert nemrég keltem ki az ágyból, bújtam ki az ágyból. Visszatérve a Valentin napra. Ti ünneplitek a Valentin napot, gyerekek? Most így komolyan mondom. És hogyha igen, akkor az lenne a kérésem, hogy azért, mert te is akarod ünnepelni a Valentin napot, vagy azért, mert a barátnőd elvárja, és hogy félsz, hogy megharagszik-e? Megharagszik, hogy most nem köszöntettek fel. Mert hogyha csak ezért csináljátok, hogy nem, félek, hogy a barátnőm azt mondja, hogy nem vettem neki semmit, és csak ezért veszek, akkor inkább ne vegyél neki semmit. De hogyha azért veszed, hogy úgy érzed, hogy tényleg akarod, szereted a barátnődet, stb. Akarsz neki venni valamit, akkor ez már teljesen más. Úgyhogy meg kell nézni, hogy honnan indulsz ki. Mert lehet, hogy nagyon szereted, meg minden, de én kimondottan féltem ajándékozni, és mai napig félek ajándékozni, és kimondani például a családtagjainak a környezetében azt, hogy szeretem. Nagyon nehéz kimondani. Ha hiszitek, ha nem, nagyon nehéz kimondani. Kivéve, hogyha nagyon-nagyon szerelmes vagy, mert akkor minden percben mondogatod. Ettől ez a baj. Ez egy részben is. Ez a baj. Képzeljétek el egy kutyát, miszerint sétáltatja őt a gazdia. Példa. Ez most a féltékenyeknek féltékenységre lesz mondva. A kutyát ugye pórázon kötik, sétáltatják, húzogatják, járkálgatnak vele. És mit veszel észre? Mit veszel észre? Hogy a kutya rántja el a kötelet, szaladni akar, menni akar. Ugye? Akkor minél jobban el akar menni a kutya a gazdájától, mert érzi, hogy le van kötve. De figyeljetek csak meg egy olyan embert, aki leszarja, hogy a kutya mellette van vagy nincs, és nincsen pórázom. A kutya 5 méteres körzetben ott lesz mellette, és nem fogja azt mondani, hogy szakítja el a kötelet, hogy nem akar majd elmenni. Ez ugyanígy van a párkapcsolatban, és minél jobban magunknál tartunk egy bizonyos szemét, hogy akarjuk, hogy maradjon, annál jobban fog távolodni. Ez az ösztönünkben van benne, ezt nem tudjuk megváltoztatni mi emberek. Így születtünk, így is leszünk. Kutyák, állatokban mindenhol megmarad ez. Most így rámentem ilyen komolyabb témára, de nem baj. Úgyhogy, azt tanácsolom annak, aki féltékeny egy picikét, nem rossz dolog a féltékenység, tényleg, mert én kurvára féltékeny egy típus vagyok, meg mindig is az voltam, mert hogyha valakit szeretünk, akkor ott vagyunk mellette, és féljük, hogy el ne menjen, ugye? Csak azt nem tudjuk megváltoztatni, hogy ez ne legyen így. Nagyon szeretem én is, hogyha valaki mellettem van, meg stb. Az a baj ezzel, hogy egy idő után megunjuk.
figyeljetek meg csak a barátaitokat. Nem mindig beszéltek velük, csak néha-néha beszél, vagy van, hogy is fejezem ki magam, mert mindenkinek más ugye a baráti köre, és így lehet, hogy rossz példát fogok mondani. De figyeljetek meg olyan embert, akivel csak heti kétszer-háromszor beszélgetsz így lazán. Azóta már mióta tart a kapcsolatotok? Már lehet, hogy már több éve kell, több tíz éve. De nézzetek meg egy olyan párkapcsolatok, aki I love you van minden nap. Csó, puszi, szopás, minden. És figyeljétek meg, hogy az a párkapcsolat pár hónap múlva így elkezd lesüllyedni, viták, stb. És így vége. Attól függ, hogy ki hogy akarja, mert én sose terveznék rövid távra. Mindig hosszú távra tervezek, és mi értelme rövid távra tervezni? Hát én mindig is hosszú távra terveztem, igaz, ez is ízlések és pofonok, ugye? De az rajtad áll, hogyan tervezel előre. Most én őszintén megmondom, nem tudnák itt elképzelni itt senkit. Mármint, hogy barátnőnek. Nem. Hát most is írna, ja, írjunk, egész nap csak írjunk. Facebookon nekem ez nem kell. Nekem ez már nem kell, gyerekek, már nagyon meguntam ezt. Folyamatosan írjunk Facebookon, írjunk, és utána meg találkozunk élőbe. Számomra a Facebook csak arra való, hogy megbeszéljük, hogy hol találkozunk. Vagy pár információt megosztunk egymással. Hol vagy, mit csinálsz, jó, szia. Nem, hogy itt írni minden hülyeséget, és így kezdesz ráunni. Meg, jaj, nem is kell nekem ez a csaj. Mert olyan hülyeséget beszél. És lehet, hogy tél élőben tök elvagytok, Facebookon meg bum, így szar, minden. Vélemény, típusok. Hát, na hát, de erről nem tudok nektek többet mondani, mert ezt majd külön videóban szeretném elmondani, hogy lehet, hogy már túl sokat pofáztam róla, de nekem is vannak azért komoly oldalaim, meg nekem is vannak azért komoly gondolataim, ne gondoljátok, hogy ne higgyétek azt, hogy én csak kijövök a hűtőbe, amit kéne enni, bezárom, eszek. Fekszek, alszok, kijövök megint, eszek, alszok, iszok. Nekem ilyenekről jár a fejem? Hát azért már van pár tapasztalatom, meg azért látom a környezetembe is, hogy mi történnek, és mindig figyelek, hogy mit kéne, hogy mi a rossz, és hogy mit csináljak máshogyan, mit kellett volna neki is csinálni, és mások hibájából tanulunk. Ugye van az a magyar mondás is, hogy minek kapcsoltam le. Ugye van az a magyar mondás is, hogy az okos ember más hibájából tanul, de a nem, az okos ember a saját hibájából tanul, de a zseni a mások hibájából is. Hogy mások hibájából, valami ilyesmi, értitek? Én mások hibájából is tanultam, nem azt mondom, hogy zseni vagyok, mert kurvára egy átlagos fiú vagyok, meg tényleg nem csináltam semmi olyan nagy dolgot, amiért ezt megérdemelném, hogy elértem ezt az 5000 számot, tényleg csak a hülyét csinálom magamból az egész net előtt, és lám, ez van belőle. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt, gyerekek, mert én tényleg ezt én nem érdemlem így meg szerintem. Hogy ezt én így, megkaptam. Na, hány percem vagy? 29. Na, úgyhogy még lesznek komolyabb jellegű, vételű jellegű vlogok, úgyhogy jó. Dobjuk már fel a végére egy picikét, mert nagyon átmentem komolyba. Ugye? Ni. Hát ez nagyon gáz. Már nagyon gáz. Pakszel, kiabált ki az ablakon, hogy rózsaszín tanga van rajtam. Rózsaszín tanga van rajtam. Semmi. Reakció nulla. Ilyenek az emberek. Nincs humorérzékük a tangára.
Most itt nagyon romli van, de addig minden videóba ettem, hát én ennék ebbe is. Nagyon bírom ezt a tata. Nagyon szeretem. Úgyhogy gyerekek, ez egy ilyen vlog lett volna. Most nem tudom most erre mit mondani. Aki végignézte, dobjon egy lájkot, és hali. És sziasztok, és nem tudok más mondani. Sziasztok!